A program megszervezésével az volt az Egyesület elsődleges célja, hogy megmutassák az embereknek, hogyan tudnak megfelelő segítséget nyújtani a látássérült embereknek. Nem a segítőkészség hiánya jelenti a problémát, hanem hogy sokan nem tudják, miként segítsenek, mondja Tótné dr. Kisorosz Mária. Amikor egy látássérült embernek segítséget szeretnénk nyújtani, akkor az egy sok tényezős dolog. Itt meg kell említeni a fizikai és a kommunikációs akadálymentesítést. A látássérült emberek szempontjából nagyon fontosak lehetnek az úgynevezett vezetősávok, az úgynevezett beszélő eszközök, illetve a Braille tájékoztató táblák. Kiemelt figyelmet érdemelnek azok, akik az egészséges emberek adottságaitól eltérően élik mindennapjaikat, így azok is, akiknek a látása szenvedett sérülést, ők is krízis helyzetként élik meg, ha orvosi segítségre szorulnak, véli dr. Vácit József. Erre a feladatra nekünk, kórháznak, a mi munkatársainknak is fel kell készülni, mert hogy másképpen kell megszólítani, másképpen kell gyógyítani, másképpen kell ápolni azokat az embertársainkat, akik a mi kórházunkban kívánnak gyógyulni, és a látásukban korlátozottak. A Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesülete két elméleti és két gyakorlati kurzust tart a kórházi dolgozóknak, de ezen kívül többek között a Városházán és a Törvényszéken is tartanak előadásokat.